Listerozott az MPN Varietében, Molnár Péter Miklós vagyok, és Houston, baj van. 2020 márciusában Magyarországra bekopogtatott a wuhani vész, aztán jól megijedtünk, vagy mégsem, vagy mégis, nem tudom. Majd pár évtized múlva okos emberek okosan kiokoskodják, hogy nekünk hogyan kellett volna okosabbnak lennünk ahhoz, hogy ne halljon meg ennyi ember itthon, és közben a maradék ne őrüljön meg teljesen. Én személy szerint például minden egyes használati tárgyamat már a Bece nevén szólítom, na ugye Mikike? És reggelente illedelmesen kezi csókolommal köszönök a WC-mnek. Olyan szinten igénylem már bárkinek a társaságát, hogy kenyérmorzsa autópályával csalogattam fel a pincéből a lakásba a hangyákat. De most inkább a sok keserűség helyett tekintsük inkább vissza az elmúlt egy év legszebb pillanataira. Jó, azért nem ilyen szörnyű helyzet, ugyanis már lehet látni valami fényt az alagút végén, és ha minden jól megy, akkor talán nem a hév világít minket pofán, mielőtt elgázolna. Viszont most a megváltozott életkörülmények miatt valószínűleg elég sok mindenben eltérnek a szokásaid a normális élethez képest. Ezért ma 10 hasznos tippel készültem, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen és lehetőleg a legkevesebb traumával visszatérj a civilizált emberek sorába. Biztos te is hallottad már azt a mondást, hogyha egy magyar utánad jön be egy forgóajtón, előtted fog kimenni. Hát most igazán közelről kiderült, hogy pontosan hogyan is készül ez a kolbász, ugyanis az elmúlt időszakban egyik napról a másikra jöttek ki követhetetlen szabályozások, amiket nagyrészt persze szépen kijátszott az ország. Biztos ismerős a reggel 8-tól este 5-ig tartó 10 fős rokoni házi bulik. Én folyamatosan ilyeneket láttam Insta-sztorikban. Kiderült, hogy itthon mindenki egy nagy szerető család. De azért legyünk őszinték, hogy nem csoda, hogy így viselkedtek az emberek, mert közben folyton olyanokat lehetett hallani, hogy például egy hétvégén bicikliző családot megbüntettek azért, mert nem volt rajtuk maszk. Mármint nem azért, mert biciklizés közben nem volt rajtuk maszk, mert ugye az szabályos, hanem azért, mert bűnbe estek és megálltak egy fagyira. És bizony, hát jégkrém nyaláshoz nem húztak fel maszkot. Vagy szerintem például ez a mostani helyzet is elég abszurd, hogy mindenképpen legyél maszkban, még akkor is, ha egyedül sétálsz az utcán, de akkor nem kell, hogy rajtad legyen, hogyha odaülsz egy csomó másik emberhez iszogatni. Szóval csapas továbbra is a magyar gógyit, ugyanis ki tudja, hogy mikor, miből kell majd kidomálnod magad. Biztos hallottál már a munkáltatói igazolásról, amivel olyan emberek mehetnek ki a korlátozási időszakban az utcára, akik ilyenkor dolgoznak. Ezen a papíron fel van tüntetve mindenféle adat rólad, meg hogy mikor, hol dolgozol, illetve ezt aláírja a főnököd. Na most, hát az ismerősöm ismerősének ismerőse hallott arról, hogy valaki egyéni vállalkozóként saját maga számára kiállított egy olyan papírt, hogy 2021. január 1-től december 31-ig Magyarország területén fog dolgozni. És ezt igazoltatáskor elfogadták neki rendőrök, állítólag. Mint ahogyan a mellékelt ábra is mutatja, én eddig csak hajléktalannak öltözve mentem ki az utcára. Így, hogy lassan visszaengednek minket más emberek közé, nem árt tisztában lenni azzal, hogy pontosan hogyan is nézünk ki. Van egy szörnyű hírem, ideje a tükör elé állni. De mivel legtöbbünket ez sokkoló hatásként érhet, ezért eleinte kezünkkel, szemünket letakarva tegyük ezt, majd később, ha felbátorodtunk, rettegve kukucskáljunk ki ujjaink rései között, mintha horrorfilmet néznénk. Ezek után nincs más dolgunk, csak mossuk ki a hajunkból, esetleg a szakálunkból az ételmaradékokat, majd hívjuk fel a fodrászunkat, hogy izzítsa be az ipari nyírógépeit. Amíg még otthon vagyunk, érdemes naponta többször elismételni a következő mondatot. Milyen fura, a maszk nélkül egészen csupasznak érzem magamat. Ez azért nagyon fontos, mert így ürül ki a szervezetünkből ez a post-covid basic mondat. És így, hogyha végre újra találkozunk személyesen emberekkel, akkor nem leszünk halálosan idegesítőek a számukra. A civilizációba való asszimilációnkat segítheti, hogyha a lakásban kijelölünk egy területet, ahonnan 0-24 órában streamelünk. Itt lehet bármilyen publikus tevékenységet gyakorolni. Például hogyan ne piszkáljuk az orrunkat rutinszerűen, vagy... Hogyan lehet nadrágban ülve enni? Nem baj, ha ezeket az adásokat nem nézi senki, a való életben sem szoktak bámulni minket az emberek. De a tudat ott van, hogy bárki bármikor ránk nézhet, és valószínűleg ez a társadalmi nyomás tart minket a normális viselkedés határain belül.
apropó nadrágban evés, hát egy ideig kerüljük az öveket, mert a lukak nem hazudnak. Viszont ha kíváncsi vagy, hogy mekkora a hízási kár, a sírás elkerülése véget, eleinte csak úgy lépj mérlegre, hogy két oldalt egy-egy székbe támaszkodj. Majd napról napra szépen fokozatosan lehet egyre kevésbé kapaszkodni. Ha elég sokáig és rendszeresen tartod ezt a torna gyakorlatot, akkor még az is lehet, hogy a végén ledolgozod a karantén kilókat. Ha nem érezted hasznosnak ezeket az információkat, mert te nem szedtél fel súlyfelesleget, akkor szégyeld magad. Mi? Hogy te pont tudtál végre koncentrálni önmagadra és megtaláltad a belső egészséges énedet? Ki vagy te és mit keresel itt? Ha a széken csimpaszkodást nem érzed elegendő testmozgásnak, érdemes lehet más sportot is bevezetni az életmódodba. Sok szeretettel várlak például napnyugta után a szégyenük elől sötétben bujdosó kövér emberek sportsétáló egyesületében. Nagyon szupportív ez a közösség, ugyanis semmiféle elvárásunk nincs a másik felé. Sőt, igazából hozzá sem szólunk és rá sem nézünk a többiekre, csak hagyjuk, hogy mindenki szépen csendben utálja saját magát egyedül a sötétben. Egyetlen egy hátránya van csak ennek a sportnak, hogy érdemes megvenni a lehető legújabb, legprofibb futócipőt és mellé egyéb méregdrága sportruházatot és kiegészítőket. Amit viszont így senki nem fog látni. Vagy végül is egész nap hordhatod, és akkor lesz egy újabb eszközöd a magyar gógyitárban, ugyanis te éppen sportolsz, tehát nem kell maszkot viselned. Ha volt szerencséd, és ezt a karanténi időszakot egy kutyus társaságában töltötted el, akkor ideje elkezdeni kifejezetten rosszul bánni vele. Szídd meg indokolatlanul, zárd be kicsi helyekre, és verd meg. Mindezt azért, hogy egy kicsit kevésbé imádjon, és ne halljon bele abba a szívszakadásba, amikor te újra elkezdesz majd normálisan élni. Azaz, te alig töltesz el vele együtt időt, és ő újra, otthon, egyedül, egész nap szomorúan fog nyűszíteni utánad. Ugyanez macskákra és szobanövényekre nem vonatkozik. Eddig eljutottál, gratulálok, szinte mindent rendbe tettél, de most jön talán a legnehezebb rész, leszokni a home office-ról. Hihetetlen információ lehet egyesek számára, de a valódi életben nem lehet kinyomni a kamerát, és a hangokat sem némíthatjuk le, így sajnos vissza kell hozni az úgynevezett önkontrollunkat. Ez eleinte nagyon nehéz lehet, ezért érdemes pár másodperccel elcsúsztatni a gesztusainkat, mondatainkat, és így át tudunk mindent gondolni. Nyugi, ez senkinek nem fog feltűnni, mert eddig is minden beszélgetés akadozott online. Fájdalmas ugyan, de sajnos elkerülhetetlen, hogy a megbeszélések alatti kávé és ebéd főzésekről is le kell szokni majd. Valamint az első csoportos megbeszélések előtt érdemes a nyakunkat bemelegíteni, hogy ne húzzuk meg a nagyívű jobbra-balra nézelődések közben. Engem személy szerint a derék alatti ruházkodás visszatérése zaklat fel leginkább. Jézus! Má ez is kezdi! Hát igen, oltasd be magad. Nézd, ha arról vagy meggyőződve, hogy Bill Gates be akar csippelni téged, vagy hogy a tudjuk kik állnak az egész mögött, akkor szerintem a következő részt most érdemes átkattintanod. Viszont ha csak simán szkeptikus vagy, és nem érted, hogy miért kéne neked egy egészséges, fiatal, erős immunrendszerű embernek beoltatni magadat, és amúgy is ki tudja, hogy milyen hosszú távú mellékhatásai lehetnek, akkor kérlek, adj egy percet. Az interneten rengetegen követnek olyan embereket, akik egészségügyi kérdésekben papolnak olyan témákról, amihez semmiféle szaktudásuk nincs. Gondoltam, most én is kipróbálom ez milyen. Jó, először is. Mit csinál az oltás? Nagyon egyszerű. Ad egy fantom képet a kis fehér vérsejt katonáidnak, hogy nézd, így néz ki ez a Covid rohadék. És így, ha bekerül a vírus a szervezetedbe, akkor nem csak sandán megfigyeli az immunrendszered, mint engem a biztonsági őrök a Rossmanban, hanem rögtön felismeri, hogy ha-ha, ez az a rohadék, akit nekem ki kell nyírnom még mielőtt bármit is elkezdene csinálni. Jó, de én egy egészséges fiatal felnőtt vagyok, szuper immunrendszerrel, az én szervezetemnek nincs szüksége semmiféle előzetes figyelmeztetésre. Majd, ha jön a Covid és elkezd bennem rosszalkodni, úgyis minden rendben lesz. Ez így van? Valószínűleg. Vagy lesz egy kicsit durvább influenzád. Vagy kicsit sokkal durvább lesz, mint amire gondoltál, és lehet, hogy végül kórházba kerülsz vele. De most ezzel ne is foglalkozzunk, hiszen pont neked úgysem lesz semmi bajod. Eddig sem volt, ezután se lesz, ugye? De akkor mi az Istennek kell beoltatni magunkat? Hát az összes többi ember miatt.
Tök szuper, hogy te akár tünetmentesen átlibbensz az egész felett, és észre sem veszed, hogy benned volt, de mindeközben, mint egy ipari permetező köpöd át mások szájában, akik lehet, hogy nem lesznek olyan szerencsések, mint te voltál. Ráadásul minél tovább tartjuk a körforgásban ezt a retket, annál nagyobb az esélye, hogy mutálódik. És igen, Máté, aki most éppen WC-n ülve nézed ezt a videót, lehet, hogy pont a te testedben fog mutálódni ez a vírus úgy, hogy az összes eddigi vakcina haszontalan lesz. És akkor mehet vissza az egész világos tarthoz. Köszi, Máté! Fogd fel ezt az egészet úgy, mint az ittas vezetést. Nincs azzal semmi baj, hogyha mat részegen a saját kertedben nekihajtasz a házad falának és szardínia konzervet csinálsz magadból, de ha ittasan rossz irányba hajtasz fel az M7-esre, és nem veszed észre, hogy mindenki más amúgy szembe megy veled, akkor ne lepődj meg, hogyha elveszik a jogsidat. Ugyanilyen a védettségi igazolvány is. Ez nem rólad szól, hanem mindenki másról. Ameddig nem vagy beoltva, addig nem mehetsz a kis barátaiddal játszani az óvodába. És ez most nem egy metafora volt, ma Magyarországon konkrétan 8 darab kötelező oltást kell beadni minden gyereknek. És milyen érdekes, valamiért most nem torokgyíkban halt meg közel 30 ezer magyar ember itthon. Most persze mondhatod azt, hogy mindez szép és jó, de mi van a hosszú távú mellékhatásokkal? És amúgy is, nem lett ez az összes vakcina kicsit túl gyorsan kifejlesztve? Nem! Nem lett! Az egész világ legokosabb emberei elképzelhetetlen méretű finanszírozással dolgoztak ezen az ügyön. Ez volt az egyes számú prioritás az egész Földön. Ráadásul nem a nulláról indultak, mert ez nem valami földön kívüli kor, hanem egy ismert vírusnak egy másik fajtája. Nézd, én papolhatnék neked itt még napestig, de nem vagyok virológus. De azt személyesen tudom garantálni neked, hogy akik kattintásokért riogatják az embereket, azok sem orvosok. Az a helyzet, hogy egyszerűen be kell oltattuk magunkat ahhoz, hogy elmúljon ez a retek, amit én már nagyon várok. Ha kíváncsi vagy arra, hogy pontosan melyik oltás mit csinál a kis testedben, illetve mi van a mellékhatásokkal, akkor tudom ajánlani a Zálatorvos videóját. Tudom, hogy ez valószínűleg nem sokakra vonatkozik, de nekem szomorú búcsút kell intenem Klárának, a lábköröm gombámnak. Ő volt az az egyetlen a megkezdett hobbiaim közül, aki mindvégig velem maradt, és az egyetlen biztos pont volt az a heti találkozó, amit együtt töltöttünk. Egy valódi társ voltál ebből az ember próbáló időszakban. Köszönök mindent, Klára. Remélem most már nem alulról, hanem felülről tekintesz le rám. Köszönök mindent. Ezzel el is érkeztünk a végéhez a mai adásunknak, nincs más dolga hátra, mint lájkolni ezt a videót, mert azt nagyon szereti a YouTube, és azért mi is. Remélem, soha többet nem kell ebben a témában videót csinálnom, és talán a következő részben már belefagyok a frakkomba. Addig is, további jó szórakozást kívánok! Ha jön a Covid és elkezd bennem rosszalkodni, akkor mi történik? Megpusztulunk mind.